A minimálbér bruttó összege jelenleg 111 ezer, a garantált bérminimum 129 ezer forint. A minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal lehet több jövőre. 2018-ban ehhez egy 8%-os emelés, a bérminimumhoz egy 12%-os emelés társulhat. A kormány a szociális ágazattal egyeztetett az emelés mértékéről, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elégedett a béremeléssel. A szakszervezeteknek ez régi törekvése volt, és gyakorlatilag az elmúlt évben már határozott lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a minimálbér nettó értéke érje el az elsős egykeresős családmodellre vetített létminimum értékét. Ezzel a megállapodással ez a célunk teljesül, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez még a kezdeti lépése ahhoz, hogy egy valódi bérfelzárkóztatás történjen meg Magyarországon. A további lépések pedig attól függnek, hogy helyben a munkahelyi szakszervezetekkel és a munkáltatókkal való megállapodások során a garantált bérminimum feletti bérkategóriákban milyen béremelést tudunk kihasználni, kiverekedni. A munkáltatói járulékok 5, majd további 2%-ponttal csökkenhetnek a következő két évben. A kormány vállalta azt is, hogy a társasági nyereségadó 9%-ra csökken. Még amellett is, hogy a járulékok csökkennek, a bérnövekmény jelentős teher lesz a hazai vállalkozásoknak. Ha a sütőiparban növelni kell a béreket, akár 30%-os kenyérdrágulás is jöhet. Erről szólt tegnapi 35 perc című műsorunkban a Magyar Pékszövetség alelnöke, aki elmondta, milyen terhet ró az ágazatra a bérpótlék és a minimálbéremelés. Hát azt kértük a kormánytól, hogy az alacsony jövedelmességű és a szakmunkás minimálbér emelése miatt valamilyen kompenzációval segítse a vállalkozásokat, a sütőipari vállalkozásokat, hogy a tervezett minimálbéremelkedést ki tudják gazdálkodni. Ez az egyik oldal, a másik pedig tudni kell, hogy 5 éve, még egyszer, hogy 5 éve nem emelt állat a sütőipar, sőt az utóbbi időben valamelyes csökkent is a sütőipari vállalkozások nettó átadási ára, hangsúlyozom, hogy nettó, hiszen a fogyasztói árakat sohasem a sütőipari vállalkozások mondják meg, a kereskedők. A kereskedők határozzák meg a fogyasztói árat, mi egy átadási árat adunk meg, hogy milyen haszonkulcsot dolgozik a kereskedő, ezt mi nem tudjuk befolyásolni. A béremelésre vonatkozó tervezet már szerdán a parlament elé kerülhet, amiről gyorsított eljárásban döntenek.